Következő vendégemet ismerhetjük azért, mert zenél, de azért is, mert producerkedik, mert programokat szervez, vagy akár azért, mert a város vizuáltechnikai rendezvényei nélküle elképzelhetetlenek. Általában rohan, leggyakrabban hangszerekkel, lámpákkal, elektronikai eszközökkel felpakolva. Arról, hogy mit csinál valaki, akinek felelőssége minden, ami a szemnek és a fülnek ingere, kérdezem a Pécsre hangolva mai vendégét, Soltész Pétert. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Ha megkérdeztem volna a 6 éves Soltész Petikét, hogy mivel szeretne foglalkozni, azt mondta volna, hogy ezzel a sok mindennel, amivel te most tevékenykedsz? Szerbusz! Nem hiszem, hogy a 6 éves Soltész Petike tudott volna egy ilyen képet festeni a jövőjéről. A 6 éves Soltész Petike valószínűleg azt mesélné neked, hogy felfedezte, hogy a popszámoknak a végén a pop divák önmagukkal duetteznek, több sávon énekelnek, ez volt akkor a nagyon menő dolog nálam. Azóta is megmaradt ez a fajta kíváncsiság, hogy hogyan készül ez, milyen módon lehet ilyen megoldásokat előállítani. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy már 6 évesen is érdekelt a zene? Igen, igen, érdekelt. Van egy ilyen nagyon vivid emlékképem arról, hogy ülök apukám mellett a kocsiba, és nyomkodom a rádiót, és hallgatom a zenét. Hogyan fonódott aztán végül is össze az életed a zenével, olyan módon, ahogy most az történik? Nagy szerepe volt a tanáraimnak, zenetanáraimnak. Horvát iskolába jártam, és horvát népdalokat és néptáncokat tanultunk, és ott a tambura és a nagybőgő azért egy komoly nyomot hagyott, mind az ujjam végében, mind lelkileg bennem. Tehát ott ez egy fontos alap volt, aztán zeneiskolába is jártam, nem sokat, de ott azért a szolfézs alapokat megtanultam. És akkor később ilyen nagyon izgalmas út volt, gitáros lettem, megtaláltam a bátyámnak a gitárját, ami a radiátor mellett állt, már egy másfél éve volt rajta, két húr talán, és akkor így elkezdtem vele pengetni, megnézni, hogy mi fánterem ez az egész gitározás dolog. Aztán Katona Tamáshoz keveredtem, idősebb Katona Tamáshoz és fiatalabb, Tomi Katona Juniorhoz, és akkor ott meg ilyen bluesokat tanultunk, ami szintén maradandó. Tehát azóta is, hogyha megfogok gitárt, akkor megnézem, hogy szól a blues rajta. És akkor onnantól kezdve pedig egyenes út vezetett a zenekar csinálásba, zeneírásba, és így bele a zeneiparba, fejjel előre. Tehát mondjuk a 6 éves Petike még nem biztos, hogy ezt gondoltad, akkor a 10 éves Péter viszont már rockstar szeretett volna lenni. A 17 éves Péter már olyan bulikba. 10 évesen már azért volt valami. Tehát zenekaroztunk, meg Cry Baby zenekar, Burn Baby zenekar, Zagasztik zenekar. Előfordult az, hogy olyan koncerten játszottam, hogy nem voltam még 18, de a koncert 18 pluszos volt, tehát úgy lehetett csak belépni. Talán a Planetbe, akkor még nem volt toxik. És hát igen, akkor azért már volt egy irány. Tehát tisztán emlékszem egyszer volt egy ilyen ráébredésem, hogy zene, és hogy ez az, és hogy azt hiszem talán az volt az a pillanat, amikor egy ilyen belső zenész identitás kialakult, vagy megszületett, vagy fixálódott, és akkor az úgy azóta is így van, tehát akármerre sodor az élet, mindig marad egy kis zenélésre idő és szándék. Sok mindent csinálsz, ugye már
a bevezetőben is meséltem arról, hogy aztán a szemmel is, meg a füllel is játszol egyszerre. Erről egy picit még beszélünk. De emellett a sok minden mellett mindig megjelenik a zene. Miért van szerinted az, hogy mindig visszatérsz ehhez? Nehéz kérdés, nem tudom, hogy miért. Talán a zene az, ami leginkább egy olyan dolog, ami egyszer engem is boldoggá tesz, és a környezetemet is boldoggá teszi jó esetben. Szóval az egy ilyen általános boldogság forrás az életemben. Hogyha szomorú vagyok, akkor zenélek. Ha boldog vagyok, akkor szintén zenélek. Szóval az mindig tud egy biztos pont maradni, meg ha nem tudom, hogy vagyok, akkor is zenélek, és akkor megtudom, hogy vagyok. Szóval ez egy nagyon jó csatorna, nagyon jó nyelv szerintem. Említetted a tamburát, említetted a nagybőgőt, és még a gitárról is volt szó, de ha jól tudom, akkor ezért mégiscsak a basszusgitár igazából a te hangszered. Igen, a basszusgitár nagyon-nagyon nagy kedvenc, nagyon nagy kedvenc. Basszusgitározni olyan, mint hidat építeni a dallamok és melódiák és a ritmus közé. Tehát hogy az olyan mint egy hídépítés, és akkor szituációtól függően megválasztatja az ember, hogy milyen anyagból építi ezt a hidat, hogyan játszik, és akkor ez a játék maga ez egy csodálatos élmény. Tehát nagyon szeretek basszusgitározni. És számít az neked, hogyha mondjuk felkérnek, hogy játsszál valahol, hogy gitáron szeretnék, vagy basszusgitáron? Nem mindegy, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen hangszerhez nyúl az ember. A gitár, meg a basszusgitár, az sokan azt gondolják, hogy ez így, az egyiken 6 húr van, a másikon 4, és akkor gitár. De hát abszolút másfajta hozzáállást kíván. Tehát, hogy a basszusgitáros az egy sokkal-sokkal alázatosabb, sokkal-sokkal odafigyelőbb szerep, a gitáros az egy csillogosabb, kitárulkozóbb szerep. Szituációja válogatja. Tehát nem válasz el mindent? Nem, mindent nem lehet. Számos pécsi és nem pécsi zenekarral dolgoztál együtt, színpadon, színpad mellett, színpad mögött. Mit szeretsz jobban, amikor a Rivalda fényben vagy amikor színpad melletti munkákat, vagy utómunkákat végzel egy zenekarral? Teljesen más a kettő. Hogyha úgy közelítjük ezt meg, hogy mondtad, Rivalda fény. Tehát szerettem a Rivalda fényt nyújtani is, és hogyha olyan helyzetbe kerülök, hogy esetleg rám is esik belőle, akkor szerettem a Rivalda fényt kapni is. De végül is ez egy olyan dolog, hogy elvált az utóbbi időben. Eleinte élményszerzés volt a fókusz. Eleinte az volt, hogy micsoda élménye legyen az embernek, micsoda élményem legyen, és hogy különféle, mit tudom én, nagy színpadon játszani, micsoda élmény nekem, és hogy ez egy jó érzés volt, és akkor ez hál' Istennek átalakult abba, hogy élményt adni. Tehát, hogy micsoda élményt okoz az ember a másik embernek, a zenésztársainak, a közönségnek, vagy hogyha egy komoly színpadnak a látványáért felel, akkor az is egy olyan dolog, hogy az élmény adássá változik. És akkor most már az élmény adás az élmény maga, tehát hogy az öröm számomra, hogyha élményt adhatok. És ez a váltás, amikor ez megtörtént, akkor sokkal könnyebb lett ezt a kérdést így kezelni, vagy sokkal könnyebb lett ebben a kettősségben elhelyezkedni, hogy most fönn van-e az ember a színpadon, vagy nincs fönn a színpadon, vagy alatta van, vagy fölötte van, vagy előtte van, vagy mögötte van. De minden irányból szeretem megközelíteni a színpadokat, bármelyiket nagyon szeretem. Az a jó, hogy létezik, hogy van ez a Rivalda fény maga, és hogy lehet ezzel egyé válni. Illetve hát most nincs. Hogy élette meg ezt a helyzetet? Nagyon érdekes történetek bontakoztak ki ebből. Képzeld el, fölhívtak, mint
mint turnémenedzsert, hogy nagyon kell az egyik fővárosi hipermarketnek nagyon kell ételkiszállító. És hogy ment a körtelefon a turnémenedzsereknek, hogy hát mi vagyunk ilyen buszos figurák, akik így elbánnak egy busszal, meg tudnak pakolni, és hogy nem akarunk menni ételfutárnak, hiszen egyébként egy másfél hét alatt az egész berendezett nyarunk oda lett. És akkor persze gondoltunk egyet, és akkor az történt, hogy a Paddy Enderetznek, meg a Halott Pénznek a turné menedzserével mentünk és pakoltuk az élelmiszert a buszokba, és szállítottuk ki tonnaszámra. Úgyhogy megmaradt a buszozás, amit sokat csináltunk, azt csináltuk ott is. Jó érzés volt segíteni az embereken, akik nem akarnak kimozdulni otthonról, vagy most ugye az a mondás, hogy otthon kell maradni, akkor ezt tudtuk nyújtani. Tehát, hogy volt ebben is egy ilyen élményadás, csak hát ez inkább az élelmiszeradásban merült ki. Aztán persze a filmipar valamilyen szinten azért megy. A filmipar a zeneipari szakembereket tárt karokkal várta, úgyhogy volt szerencsém ott is egy kicsit dolgozni. De aztán ugye az első két hullám között lehetett egy picit dolgozni, akkor tudtunk fényfestéseket csinálni, vizuálokat tudtunk gyártani, szervezni. Például az állatkertek éjszakáján bevetítettük a Pécsi Állatkertet, ami egy nagyon szuper dolog volt, akkor ott is azért egy kicsit szakmában lehetett tevékenykedni, de aztán volt ácsmunka is, tehát fölépítettünk egy házat, és láncfűrészeztünk naphosszat, az nem volt egy ilyen nagyon zeneipari szakmai dolog, de ott is zenész cimborákkal dolgoztunk. Tehát, hogy megoldjuk a dolgokat. Nagyon nehéz, és eleinte talán lelkileg volt ezt nehéz megélni, hogy így végignézi az ember, ahogy ez így beomlik, az sok embernek nehéz volt. Nekem is így az eleinte, amikor ezt így megláttam, akkor az... És mit gondolsz, mi lesz, amikor újra kinyitnak a kapuk? Milyen felelősség ez valakinek, aki a zenében dolgozik? Felelősség egyáltalán? Nem tudom a felelősséget ezen a ponton felmérni. Arra gondolsz, hogyha valaki elmegy zenélni, akkor felelőssége van esetleg a felett, hogy mondjuk elterjed a vírus a rendezvényen? Nem feltétlenül, inkább arra, hogy amikor újra elmehetünk majd szabadon rendezvényekre, akkor vajon az emberek mit fognak gondolni, akik már mondjuk 2 éve nem voltak egy koncerten? Hogy nagyon-nagyon nagyot kell majd adni, vagy elég lesz a kevés is, hiszen már 2 éve nem voltunk koncerten? Nekem az a tapasztalatom, zenefogyasztó emberként, az a tapasztalatom, hogy most már nekem már nagyon-nagyon-nagyon nagyot tud jönni egy utcazenész is. Tehát én jöttem tegnap a fővárosban, egy aluljáróban egy srác játszott egy Bob Dylan számot, és hát én így megálltam, mert hogy így megérintett, és így tényleg ott így láttam megtörténni a srácban azt, ami egyébként megtörténik egy 5000 fős nagy koncerten is, mert hogy így elhitte, eljátszotta, igazán jó volt, szerette, én is szerettem, és hát tudod, így mentek az emberek, játszott a srác, én meg ott így megtámasztottam egy oszlopot, és akkor néztem, hogy Jézusom, de jó, de jó. Szerintem mindenki nagyon ki van éhezve. Én azt érzem, hogy az emberek kívánják azt, hogy elmenjenek egy koncertre, kívánják azt, hogy jó zenét hallgassanak, kívánják azt, hogy élőben történjen meg a zene ott előttük, mert én is bedugom a fülembe a fülest, és végighallgatom a lemezeket, és persze szuper, csodálatos, de nem az, mint amikor ott látom az embert, akiben megtörténik.
Úgyhogy... És a körülötted levőket, akikben remélhetőleg szintén. Hát igen, igen, igen. Úgyhogy én nekem az a véleményem, hogyha van lehetőségre, akkor kell zenélni, és mindenféle lehetőséget meg kell fogni. Például a Kokaidit Pécsen is a népzenészek is kimentek az utcára, és ott zenélnek. És csodálatos. Szerinted ez egy megélhetési kérdés, vagy inkább az az éhség, hogy embereknek játszanak? Talán inkább a második. Az a vágy, hogy játszon egy zenész az embereknek, és átadja azt, ami benne van, vagy megmutassa azt, hogy milyen egy dal, mi történik, hogyha eljátszik egy dalt, és az, hogy ez a másik emberben megtörténik ugyanúgy. Tehát az van, hogy eljátszik egy zenész egy dalt, és akkor egy hallgató pedig ezt élvezi. Szerintem erre az interakcióra, erre mind a ketten nagyon vágynak. A zenész is vágyik arra, hogy kiontsa magából, hogy megmutassa, hogy eljátsza. A befogadó fél is nagyon vágyik arra, hogy ezt meghallgassa, meg átélje, lássa, hallja. Most itt nagyon közel egymáshoz említetted Budapestet és említetted Pécset. Ha jól tudom, akkor most Budapesten élsz, de valahogy mindig visszakeveredsz Pécsre. Mi ez a vonzalom a város irányába? Igen, igen, sok időt töltök Budapesten. Most az Umbrella kreatív műhelyben kollaborálok sokat. És itt vannak a barátaim, itt van a családom, ide húz a szakma. Nagyon érdekes, hogy szakmai megkeresések alapján keveredtem a fővárosba, de aztán az igazi jó szakmai előrehaladások ezzel szemben csak-csak Pécsen történnek meg. Nem igazán lehet úgy elmenni Pécsről, hogy az ember nem maradjon pécsi. Tehát, hogy az, hogy Budapesten vagyok földrajzilag, az nem jelenti azt, hogy nem vagyok pécsi, mert hogy az embernek a pécsisége az mindig itt belül, itt valahol ott van. Azért érdekes ez, mert ez a pécsiség akkor is megjelenik az embernél egy idő után, hogyha alapvetően nem pécsi. Én nem vagyok pécsi, nem is itt születtem, sőt csak az egyetemre jöttem ide, és ez bennem ugyanúgy megvan, akárhol jártam a világban, az elmúlt 10 évet ugye Pécsen töltöttem, de akárhol jártam a világban, vagy mindig visszajöttem ide. És ide az ember mindig visszatalál, és ez mindig otthon. Persze, persze, Pécs sokkal élhetőbb, mint rengeteg híres hely. Nem gondolnád? Tud Pécs annyira jó város lenni, mint egy London, mint egy Barcelona, mint egy Valencia, mint egy, tehát mint egy bármelyik másik világváros, tudja hozni Pécs azokat a vibe-okat. Meg hát, hogy művészként ez egy nagyon-nagyon termékeny közeg. Egymást érik a próbatermek, a stúdiók, vizuális művészet komolyat megy, nagyot teljesít, hogy így mondjak. Úgyhogy szerintem ez egy rendkívül jó város, ide érdemes visszajönni, és hát én is azt csinálom, hogy a fővárosban, hogyha van időm, akkor eljövök ide Pécsre. Tehát, hogy vannak itt azok a pécsi illatok, tudod, amikor így megérzel egy otthonos illatot, akkor az komoly memóriákat tud visszadobni, és hát ez barátságok, szerelmek. Inspiráló számodra zeneileg? Abszolút inspiráló. Wolfi rappelte a Pugnani Masszívban, hogy hoz fel a meccsekre egy széket, és elkezdheted írni az eszéket, valami ilyesmi. Ez így van, én azt szeretem, hogy tényleg megfogom a gitáromat, és fölbattyogok a hegyre, és leülök, és gitározok, és lejegyzetelem, és én ezt így csinálom meg. Ez egy olyan hatások érik itt az embert, amiket így
jó megélni, jó zenén keresztül lehet jól kommunikálni. Ez meg a Szent István teret. Gondolom, akkor Pécs is része annak az inspirációnak, ami a jelenleg készülő szólólemezedet adja. Mesélj erről egy kicsit nekem, kérlek. Abszolút, abszolút. Hát a sok zenekari zenélés és stúdiózás, mindenféle zenekari munkák mellett mindig volt egy olyan adag ötlet, ami már ugye abban nem fért bele, de úgy így ott volt, meg ott volt bennem. És akkor egy ponton elkezdtem azt csinálni, hogy lejegyzetelni, feljátszani, kiírni magamból, rögzíteni, mert hogy ez így összegyűlik egy. Például a Crybaby zenekarral csináltunk egy lemezt, és akkor a lemez készítése közben egy 2-3 olyan gitártéma még született így a kezem alatt, amiket ott már akkor az ember nem tuszkol bele a lemezbe, de hogy a téma maga megszületik, és akkor az nyilván az lesz vele, hogy felveszem otthon, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Most ezek a zenei inspirációk, ezek így összegyűltek, azt hiszem egy ilyen 6 évnek a morzsái azok, amiket most összesöpörtem. És ezért is lett a lemeznek a címe The Sweep, a söprés, mert hogy ezek ilyen összesöpört morzsák, amik mindenféle munkák mellett lehullottak, és akkor ezekből lett összegyúrva egy lemez. És ezt hogy képzeljük el? Egy ilyen kis kett csinálóként beszéljünk arról, hogy hát itt aztán mindenféle hangszer előkerült, amin játszol, de gondolom nem az összes hangszert te szólaltatod meg, és talán nem is te énekelsz, de ezt nem tudom. Egyáltalán vannak ezekben a számokban énekek, vagy csak instrumentális együttműködések kapcsán születnek-e? Ez úgy van, nincsen ének a lemezen, itt instrumentális zenéről van szó. Az úgy van, hogy a dolgoknak, a feljátszott sávoknak egy ilyen 90%-a az saját, és még ahhoz is tartottam magam, hogy például amikor szintetizátor hangokat használok, akkor nem használok gyári szintetizátor hangokat, hanem mindegyik hangot magam csináltam meg, ahol meg tudtam oldani, hogy nem digitális, hanem analóg hangkeltésű legyen, akkor ott azt megléptem, akkor ami tud analóg lenni, az analóg, ami hangszeres feljátszott, az mind feljátszott, akkor ott tartottam magam ahhoz, hogy nincsen ilyen komoly szétvagdalása az anyagnak, hanem lehetőség szerint minden egyben van, egy ték, szóval próbáltam megközelíteni azokat a munkamódszereket, amikkel szerintem eredeti és igazi tud lenni egy zene. Mert hogy azért az ilyen produceri munkában könnyedén bele lehet esni abba a csapdába, hogy feljátszol 4 hangot, és akkor abból összevágod, és akkor úgy csinálod meg, de nem, próbáltam olyan anyagot készíteni, amiben ez a zenészség, ez úgy benne van. És sok benne az elektronika, dobokat is van, ahol programoztam a dobot, és van, ahol feljátszottam egy ilyen tapipaddal, tudod, hogy föl lehet dobolni. Úgyhogy így áll össze, ez kísérleti elektronikus zene. Azt hiszem, azt lehet mondani, kísérleti elektronikus downtempo. És hát vannak közreműködők, olyan arcok, mint például DJ Arnold, vagy Palágyi Máté a Bohemian Betyárszból. Úgyhogy velük így úton útfélen találkoztam, és akkor éppen ahogy az élet hozta, akkor így elhívtam őket a stúdióba, és akkor feljátszottuk azokat a dolgot, ami az ő eszükbe jutott, valami arról, amit én mutattam nekik, és akkor ezt így becsatoltuk. Úgyhogy vannak benne ilyen kedves kitekintések. Egyébként magányos az anyag, de ezek a kitekintések, ezek egy picit talán megszínezik. Amikor ez a lemez majd a piacra kerül, akkor meglepő módon nem az lesz ráírva, hogy Soltész Péter The Sweep,
milyen név alatt adott ki, és miért? Ezt Shad Lee néven fogom kiadni. Minden rendes szervezőnek van egy titkos DJ neve. Az enyém a Shad Lee lett, és ezen a néven. Mi a lemez jövője? Mikor és hol érhetjük el? Reményeim szerint nyár elején jön ki. Én nagyon szeretném analóg hanghordozókon tudni ezt. Én szeretnék kazettát és lemezt kiadni ebből. Lehet még 2021-ben? Azt tudom, hogy bakerit lemezt, igen. Kazettát is lehet csinálni? Lehet csinálni kazettát, persze. A technika a rendelkezésre áll. És ki tudja lejátszani? Azok a true arcok, akik még azokban a kocsikban nyomulnak, ahol még be tudsz rakni egy kazettát, vagy azok a true arcok, akiknek otthon a régi hifiükben még ott van a kis kazettás deck, vagy azok a gyűjtő arcok, akik nagyon szeretik ezt a szalagos élményt, és a Soul Chamber zenekarral adtunk ki kazettát kis példányszámban. Egy utolsó kérdésem van még, hogy mit tartogat a jövő? Elsősorban szemet vagy fület szeretnél kényeztetni? Szemet is és fület is. Az előbb említett lemezzel mindenképpen a fület célzom, és a szemet pedig mindenféle vizuálokkal. Legutóbbi fejlesztésem az agyhullámmal vezérelt vizuál, amikor EEG segítségével tud vizuálozni a kedves látogató. Az egy ilyen újdonság, amivel előrukkolok. Tavaly már... Ezt hogy képzeljük el? Ezt úgy képzeld el, hogy bejön a látogató, és felhúz egy EEG-t, és meditál. És a meditációja az, hogy mennyire fókuszált, mennyire koncentrált, vagy mennyire ellazult, ettől függ a vizuál, amit kibocsát a rendszer. És ez egy fényvetítés? Aha, ez egy vetítés. Gettó Józsefnek a szobrát készítettük el így, egy mappinget csináltunk Gettó József szobrára, és ezt lehet irányítani a gondolatokkal. És szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog, meg ez egy biofeedback rendszer. Tehát a saját gondolkodásodat és a saját koncentrációdat tudod látni, ami nagyon izgalmas és nagyon tanulságos. Ezt sem gondolta volna a 6 éves Soltész Petike? Nem, abszolút. A 6 éves Soltész Petike nem gondolt ilyenekre. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és nagyon sok sikert kívánok a szemek és a fülek kényeztetéséhez a jövőben is. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.